Tudom, hogy hírzárat van Michael Schumacher állapota körül, és nem olyan nyilatkozik a család, de mégsem hagyhatjuk. Nem hagyhatjuk ki a kérdést, hogy tudsz-e valamit az ő állapotáról. Mindig ilyen helyzetbe hozni, hogy mérges vagyok rá. Nem, de tényleg azt kell mindenkinek megérteni, hogy van a család, és azért szeretnék úgy privátba tartani, nyilván most a Mick is F1-be került, nyilván neki is azért elég nagy nyomás van rajta, talán azért is hibázik ennyiszer, de úgy gondolom, hogy még akar, meg szeretne várni a család, hogy mikor jelentik be, hogy mi is van pontosan a Michael-lel, de addig is én azt gondolom, hogy az a legtisztább, hogy minél többen hagyják békén a családot, annál hamarabb fognak. Persze, ezt megértjük, és köszönjük szépen, hogy ezt is erre is reagáltál. De hát azt gondolom, ez a kérdés tudod elkerülhetetlen, hogyha találkozunk veled, aki kapcsolatban állsz az ő egyik közeli hozzátartozójával. Vivi, nagyon drukkolunk neked. Köszönöm mindenhez, szépen. Ami történik, jó? Kevés köszönöm lögdösödést, szépen. Vagy illetve olyan lögdösödést kívánunk, amiből te jössz ki jól. Köszönöm szépen. Köszönjük, hogy itt voltál. Köszönjük.